területén vagyunk. Mostanában ivott. Ez az őrház. Ez az épület. Eredetileg ez a hely az lengyel falu volt, Brzezinka falu. Amikor lengyeleket kitelepítették és a házukat lerombolták, és a falunak a nevét Birkenau-a változtatták, akkor maradtak a tigla. És a tiglákból tigla épületeket építették. A tigla épületeket szovjet hadifoglyok építették. Legalábbis a többség. A tigla épületek itt vannak. Ugye? Itt vannak. Ez a szektor, az volt egy női szektor, kb. 30 ezer nő ott volt egyszerre. Az volt a második. Itt csak fa barakok voltak. Csak egy, az első sor maradott mai napig. 9 olyan sor volt, az első sor itt van. Ugye? Azok a kimények, az tigla, az fa barakoknak a maradványa. Minden kimény, amely ott van hátében. A második szektor mögött volt a harmadik szektor. Annyira nagy, mint a másik. Mennyire hatalmas volt ez a szektor. Itt volt a rámpa, ez a hely, ahol szelektálták magyarokat. Oda kerültek a transportok, oda áll az eredeti vagon, kocsi, amelyben ide szállították őket, ott szelektálták őket. A rámpa mögött, ott a fák között, ott álltak a krematóriumok. A második is a harmadik krematórium. Mutattam őket a fényképeken, a negyedik és az ötödik ott volt az erdőben. Hogy senki ne lássa az épületet. Itt van a táblán, itt van a második és a harmadik, itt van a negyedik és az ötödik, itt van a Kanada szektor, a raktár. Itt hat kisebb tábor. Ez a tábor az volt egy kvarantén tábor, ide kerültek a munkaképes férfiak. Egy hónapra, és itt mondjuk tanították őket, hogyan viselkedni kell táborban, hogyan néz ki a tábori élet, ott nagyon szörnyű idő volt, csak azok, akik túlélni ide kerültek, az volt egy tábor férfiaknak. Ez a tábor, B2C, ott volt a magyar tábor, itt laktak a magyar zsidó nők, akik először fabarakakat építettek, aztán az egyik gyárban fegyvert gyártottak például. Nagyon érdekes tábor volt ez a tábor, E-tábor. Az volt egy cigány tábor. Körülbelül 20 ezer cigány oda került. Nekik nem borotválták le a hajukat, nem szidasztották férfiakat, nőktől. A cigányok a saját ruhákban maradtak, nem kaptak csikos ruhákat, a családok együtt aludtak a pricseken. Ráadásul gyerekeknek az óvodát építették. Propaganda miatt, mert ott propaganda filmeket forgatták, és ott propaganda fényképeket csinálták. És aztán filmeket, fényképeket nyugatra töltik, mutatták és mondták, hogy hát semmi rossz nem történik, hiszen a fényképen gyerekek játszottak, énekeltek, most a propaganda van. De amikor már megforgatták a filmeket, és megcsinálták a fényképeket, minden cigányt, aki még élt, gázkamrába vezetik őket az esetetágyára. Lifigyelták az egész tárgyat. A zsidó gyerekeket leggyakrabban egyenesen gázkamrába vezetik, és gázasították le. Néha regisztrálták azokat, akik idősebbek voltak, mondjuk 13, 14, 15, 16 évesek voltak, akkor munkaképesek voltak, dolgozni. Igen. Amikor egy nő terhes volt például, de és az SS orvosa az nem vette észre, amikor szelektálta őket, és regisztrálták őt, leggyakrabban megölték őt, vagy abortust csináltak, igen. Csak 43-ban engedtek megszületni a gyereket, leggyakrabban megölték a gyereket, ha mégis nem ölték meg, a gyerek meghal nagyon gyorsan a csecsemő, mert a higiéniai körülmények miatt, ugye? De kb. 680 gyerek is itt megszületett, így némelyik mai napig mindennek azok, akik itt születtek. Nekik mi van az anyakönyvük? Hogy hol születtek? Auschwitz? Itt Birkenau-ban. Főleg Birkenau-ban születtek. Tehát az már legvégén volt, igen. Már a háború. Az végén, az volt az utolsó két hónapon át. Igen. Hát néha gyerekek kellett voltak, néha nem. De mikor még kismama volt. A kismama volt, az igen, az elején megölték őket, aztán nem jöttek meg. Nem. És most két fabarakot mutatok, az első az latrina barak, a második egy lakóbarak. Itt összesen kb. 300 barak volt, a többsége az fabarakok. A Birkenau-i tábor 140 hektárnyi volt nagyjából.
itt nagyjából 100 000 ember itt volt egyszerre. Főleg az első és a kitábor szektorban összesen. Mind a kit összesen 100 000 ember. 100 000 ember az egy nagy, nagy stadion. Igen. Ez egy hatalmas város. 100 000 ember.